minden, ami érdekes. Politika, botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, vegy, kasztár, hegyek, ez a heti hetes. Heti hetes, heti hetes, a fekete leves. Heti hetes. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A műsor már is önkritikával... Önkritikával, én nem tudok fütyülni, önkritikával kell kezdenünk. A múlt heti hírre lényegében, ha szabad rusztikusan fogalmazom, egyetlen, na jó, nem ezt akartam mondani, egyetlen darab értékelhető kommentár sem érkezett. Nyilván ez ugye vagy bennünket minősít, vagy azt, aki próbálta, azt hiszem bennünket. Azt hiszem, az nem volt olyan hír, majd megpróbáljuk a most feladandó új feladványt úgy megfogalmazni, hogy legyenek méltó kommentárok, úgyhogy ehhezen a héten, csak kimondom, megmaradtak a kazetták. Ha azt mondom, és általában azt mondom, hogy soha ennyi levél, e-mail, megkeresés nem érkezett, mindig ezt szoktam mondani, az úgy többé-kevésbé igaz szokott lenni, több ezer telefon és levél szokott érkezni a szerkesztőségbe. Most viszont elárasztottak bennünket a megkeresések, idézőjelben vagy annélkül gratuláltak a havas kormány létrejöttéhez. János! Büszkébarca. Igen. Ugye havas miniszterelnök úrnak jöttek a neki címzett gratulációk, ezen kívül Gálvölgyi sportminiszter úrnak, én is. És hát az eddig tárca nélkül maradt többieknek. Nem, minden. Hát a farkas hazifusé rendőrminiszter, nem? Az egyik kedves, de a névtelenség homályát választó nézőnk kendőzetlenül őszintén adott hangot annak, hogy a heti hetes nem igazán az ő kedvenc műsora. A következőket írta. Jáksó gusztustalan állat. Nihilista minden érték lejáratója. Közerkölcsök lerombolója, megrontója. Ti valamennyien nagy bajt éreztek, mert már magatokat magyarázzátok. Nem kell magyarázni. Kloáka vagytok. Ócskaszájú senkik, sajnálatra méltó gnómok, törpék, idióták vagytok. Röhögő automaták, még lesz rossz kedvetek. Nyerítő lovak vagytok, szégyen, gyalázat. Túltáplált sertések vagytok. A Grespiknek meg sok szerencsét kívánok. Búcsúzom, csókoljon meg benneteket, Jasszer Arafat. Egy másik kedves nézőnk. Csókolja meg ezt kadrakét, az is jó lehet. Nagy találkozás. Egy másik kedves nézőnk kéréssel fordult hozzánk, a következőket írta. A tisztelt jövőbeli havas miniszterelnök úrhoz lenne egy kérdésem, Jettem. Kérésem. Toma, nézd már. Nem lehetnék Gálvölgyi úr helyett inkább én a leendő sportminiszter? Még nem melegedett meg alatt a mafiózatát. Itt az indoklás. Nekem ugyanis még nincs diplomám. Pépétel. Akkor lehet. Én marha, én meg doktorátusom is van. Mai vendégeink Bajor Imre. Gálvölgyi János. Banka István. Havas Henrik. És Farkasházi Tivadar. Megszületett a kormányfő negyedik gyermeke, Róza. Orbán Viktor október 24-én hajnali 00:30 vitte be feleségét a kórházba, és 01:30 már meg is született a kislány, aki 4,5 kg, hossza 53 centi. A kormányülés emiatt 2 órával később kezdődött, a miniszterelnök pedig kivett néhány nap szabadságot, mert most neki kell vigyáznia a nagyobb gyermekekre.
Ezt a hírt olvastam, arra gondoltam, hogy nagyon nehéz lányos apának lenni. Ez borzasztó nehéz. A lányomért mindig idegeskedni kellett, amikor először elment diszkóba, mikor ér haza, hogy nem. És bátyjával küldtem, engedtem el általában a lányomat a diszkóba, és mesélte, hogy amikor bemutatkozott a diszkóban, hogy Havas Nikolett vagyok, akkor mindig így ránéztek, és akkor mondta a lányom, hogy igen, és ez olyan kínos volt neki, és borzasztóan zavart. És azon gondolkodtam, hogy ha a Róza 16 év múlva először megy diszkóba, lehet, hogy már neki nem kell magyarázkodni. De azért nagyon szép dolog, hogy majdnem október 23-án született, mert egy bizonyos október 23-án mi is kivettünk néhány nap szabadságot. Ezzel kapcsolatban nekem van egy problémám, de az van, hogy a miniszterelnök kivett néhány a szabadságot, mert most neki kell vigyázni a nagyobb gyerekekre. Hova lett a babysitter? Ugye az a babysitter, akinek a szállítása tárgyában egy autótolvajnak az ülepe széjjel lett lőve. Hol a babysitter? Valószínűleg meg tud zavarodni ezzel, mert nem tudja hova tenni ezt először. Én például mind a két gyereknél játszottam a színházban, a másodiknál, amikor a fiam született, akkor nyilvános főpróba volt, és lement az első felvonás, talán a második is, mert három felvonásban játszottuk a darabot, és egyszer bejöttek és azt mondták, hogy megvan a gyerek. Ettől annyira megzavarodtam, hogy egy árva hang nem jött ki a harmadik, szóval tényleg össze-vissza beszéltem. Aztán a végén be is mondták. És azt hittem, hogy így csináltál. Apa lettem! Nem, és akkor telefonált a kós, hogy bejönne segíteni, mert nem tudom biztos, hogy mit kell csinálni. És mondta, hogy mondom, most mi legyen? Gyorsan átöltözöm, most azt hát, hogy mi legyen, de őrű. Tehát ezt vegyél egy csokor virágot. Mondom, minek egy ilyen kisgyereknek egy csokor virágot? Tényleg, hogy az minden baj, mondta, hát vigyünk be neki innivalót, szóval te állat, hát ez nem úgy van, mondta, hát akkor vigyünk be magunkba neki innivalót, vagy valamit. Ebben maradtatok. Amikor megszületett a lányom, az a furcsa helyzet állt elő, hogy két havas gyerek volt a télen volt, nyilván télen. És apámmal mentünk megnézni a gyereket, elvittem az apámat másnap, és kiosztak egy gyerek. Én előző nap nem is nagyon néztem a gyereket, mert egy gyerek, mit nézek rajta. De úgy megvolt egyben, és kiosztak egy gyereket, és tűzpiros haja volt. És nézi az apám, és mondja a nővérnek, azt mondja, havas? Azt mondja, az. Apám feltette a szemüvegét, nézi, azt mondja, legalább egészséges. Kiderült, hogy egy másik kislányt hoztak, és aztán úgy kellett lefogni az apámat, azt mondom, na látod, de akkor ott voltak azok a nagyszülők is, és mondom, gyere, menjünk. Mindegy, ez is havasták. Ti nem féltetek attól, hogy elcserélik? Az én kisebbik fiam, aki Siófokon született, az 6 éves koráig Somogyi tájszólásban... Azt hittem, hogy egy 6 éves gyereket cserélték. Nem, 6 éves koráig Somogyi tájszólásban beszél. Nem, most egy Somogyi... Akkor lehet, hogy elcserélték. De most van. Hát vagy a szomszéd, hogy Somogy megyei, nem? Mindenkinek... Milyen szép emlékeitek vannak. Én nem emlékszem semmire. Én csak szültem. Ne arra, ugye szülni mindenki tud, de így látogatni, mint mi. Ez igaz. Egyszer kérdezni voltam a jutcsisták kórházban, nem tudtam, hogy mi volt, de és berohantam, emlékszem, ilyen édes voltam, mentem, mondom, szia jutcs, mondom, nem adok puszit, erre azt mondta az orvos, azt mondja, hát Imruskám, a légmell az nem járványbetegség, de nekem az volt neked légmellet. Nekem az volt. De napokig nem aludtam miatta. Elkaptam a Hernádit. Nekem mindig gyanúszott a Hernádi, hogy nem valódi, ami van neki. Ennyi ideig eltart? És időként utána kell pumpálni. És látod, ma estére direkt pirosra festett. A lég mellé. Torgyán József miniszter nyitotta meg a 4. Csabai Kolbász Fesztivált.
A csabai kolbász a hungarikumok egyike, jelentette ki, majd hozzátette, a csabai kolbásznál jobbat a világon sehol nem csinálnak, aki azt mondja, hogy evett jobbat, nagyobb mesemondó, mint Andersen. Vagy mint Gyula... ő. A versenyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, aki nem fűszerezett, csak darált. Eredetileg Tordján azt akartam mondani, hogy kis gazda képviselőnél becsületesebb a világon nincs, aki az ellenkezőjét állítja, az nagyon mesemondó, mint Andersen. Belebeszélték róla. Kettő évvel ezelőtt ott voltam a Csabai Kolbász Fesztiválon, és a zsűri tag voltam. Én megtöltelék. Volt szerencsém látni Orbán miniszterelnököt kolbászolás közben. Nagyon szépen csinálta. Hát egyedül vagy, azt tudom. Kérem szépen, ugye állt egy asztal mellett egy kis társaságban, ilyen véres kötényben, a szemei is vérben forogtak, mert azért, ahogy ilyenkor a kolbásztörtőmester szokta, ugye, bár hát teljesen rendben volt minden, és olyan emberi volt. De Pista, hogy van ez? Az éles dicsekedett nekem, hogy most szintén zsűri tag, és mondom, hát akkor te találkozol Orbán Viktor, azt én nem találkozok, mert én a száraz zsűribe vagyok. Mi az, hogy száraz zsűri? Na most ugye a... Aki nem iszik. Egy pillanat, a csabai... Valójában a csabai kolbász, az vastag kolbász. Ennek az egész kolbászkészítési technikának az a lényege, hogy nyárra élvezhető minőségű kolbász maradjon, ne száradjon ki. Egyébként a klasszikus csabai kolbászt a disznó végbelébe töltik, az ugyanis vastag leddús képződmény, és így jó hosszú időn keresztül tartja leddúson a kolbászt, rugalmas valami, ami a hús összeszáradásával párhuzamosan rá szárad a húsra, tehát elengedő, hogy belülről meglevegősödjön. És azért annyira erős a csabai kolbász, mint amennyire, hogy senkinek se legyen kedve sokat enni belőle, mert így tovább eláll. Tehát ez a csabai kolbász eredetileg a száraz kolbász, amit úgy is hív a nép, hogy segvékhurka. A helyszínen friss kolbászt csinálnak, tehát a segvékhurkával be lehet nevezni. Az ember ezt megcsinálja, hogy beszállítja, és a lezsűrizi a száraz zsűri. Hát az oda mész, hogy megnézze a segvékhurkámat. Hogy oda mész, hogy nézzék meg a segvékhurkámat. Igen, pontosan erről van szó. Te meg azt mondod, fünkoma nein! A névszava szerint a mezőgazdasági beruházások támogatására szánt költségvetési keretből különített el 1 milliárd forintot a Földművelés ügyi és vidékfejlesztési minisztérium az Agrárinnovációs KHT működésére. A KHT-n keresztül kapott a Fradi 40, egy pár Szabolcsi Egyházközség 30, egy Mátészalkai mezőgazdasági iskola pedig 10 milliót. Bánk Attila frakcióvezető szerint inkább az a baj, hogy csak 40 és nem 80 millió jutott az utóbbi célokra. De ezt a két olvatot már összehozták, hát a Népligetben Fradi templom épül. A Fradit én is értem, a Szabolcsi Egyházközséget is értem, az ő dolgok volt imádkozni, hogy a Fradi ne essen ki. De a mezőgazdasági iskola hogyan ide, az nekem teljesen értetett. Hát mert az agrártámogatásból. Hát azért furcsa. Kaptak, ugye? Hát azért furcsa. Hát figyelj, a második oldalon, ha megnézed, kiknek adott a Tordján, akkor a Fradinak. Csupa vallási terület. Tibor Szallás, Istenem, Szállási Kápolna felújítására. És de Szent Adalbert templomért alapítványra. Na. És el tudom képzelni, hogy semmilyen Zsolt egyházügyekben illetékes államtitkár, hogy osztja a pénzt. Hát gondolom ad 40 millió traktorra, 3 millió tenyészbikára, 80 milliót meg növénynemesítésre. Hát ez logikus, nem? Van folytatás a hírnek. Tordján József egy riporter kérdésére úgy válaszol, hogy arra mérget vehetünk, hogy ő nem foglalkozik a minisztérium pénzügyeivel. Ennek ellenére a dokumentumok azt igazolják, a tárcafő maga döntött a közpénzek kifizetésére. Mi? Én vegyek mérget. Még mérget vehetünk, szóval bárki mérget vehet. Én már be is vettem!
a mérget nem nekünk kéne bekapni szerintem. Hát úgy legyen ő miniszter, ahogy én mérget veszek, ezt tudom mondani erre. Jutti, el fogsz jutni a negyedik tárgyalásodig. Figyelj! A Qigong nevű küzdősport két tajvani művelője új világrekordot állított fel azzal, hogy a hímtagjukat, nem, a hímtagjukkal húztak odébb egy teherautót. Nem mindegy azért. A páros egyik tagja, Tu Chin Seng, csupán gyakorlatozásnak minősítette a teherautó elmozdítását, és felfedte, hogy sokkal nagyra vágyobb tervet dédelgetnek, egy repülőgépet akarnak elmozdítani, hasonló húzástechnikával és eszköztárral. Úgy vizuálisan magam előtt láttam, nem tudom, minden férfi szerintem már pisült hóban, nem a kocsma, ahogy marad a... Ez egy körbepésenek, és csak azt mondja, hogy helikopter. Látod magad előtt vizuálisan, hogy oda van kötve, az egyik fele oda, és a másik a repülőhöz, és akkor azt mondja, kínai testvérem akar repülni, és repüljön a sosem! Nem áll így, ahogy van. Arról tudtok, hogy ezt egy magyar ember csinálta? Pár évvel ezelőtt volt a televízióban. Éppen ezen gondolkodtam, hogy melyik műsorban, vagy Friderikus, ugye? És tudom, hogy egy nőnek kellett... Igen, ilyen ökösztori, tudom, hogy hol megy. Egy nőnek kellett neki megnézni, hogy hova van kötve. De nem azt, a helékre volt. Na és te mit láttál? Én nem láttam, nem voltam a nő. Egy fehér ember, meg egy fekete ember úgy beszélgetnek, és fehér nézi a feketének a hintagját, hogy mekkora, hogy lehet ilyet csinálni, és mondja, hogy ilyen súlyokat kell aggatni rá, és csinálja. Egy hét múlva vissza, hogy na, megy a dolog? Hát, már fekete. Németh Miklós, volt kormányfő, múlt szombati interjújában kifejtette. Az MSZP győzelmi esélyeinek valóra váltásához három dolog lenne fontos. Egy. Az embereket érdeklő dolgok képviselete, kettő, a kormányzó képesség felmutatása, és végül három, hogy az elemzők is megvalósíthatónak tartsák mindezt. Ez teljesen megsértődött ott a köztársaságtán, és elhant. Lehet, hogy beugrott a kormányzája, és meg akartam mutatni a kormányzó képességét? Nem, csak megtudta a mi kormányunk összetét. Olvastam a cikket, és bele van írva, hogy esetleg női elnököt is el tudtam képzelni. Mi nem? Ben, én fölírtam egy pár dolgot. Na halljuk. Ezek még nem kötelezőek, tehát ma van szombat, vasárnap és hétfőtől. Aki benne van a mi kormányunkban, úgy kell majd beszélni mindenkinek, ahogy a miniszterelnök úr, tehát egy kicsit van. Erre vannak már logopédusok, föl vannak kérve. Egyébként én egy bizonyos állapotomban tök így beszélek, nem azért. Erről különben a miniszterelnök úr személyesen fog meggyőzni. Be kell menni hozzá. Mindenki köteles lesz az Újpestnek szurkolni hétfőtől. Na most ez rád vonatkozik, én elmondhatom ezt, Henrik, hogy kinevezünk téged ünnepélyesen a Nemzet és Dunakeszi legjobb színészének. Az én másirányú elfoglaltságom miatt. Ez különben visszavonásig érvényes neked. Dembszky Gábor úgy látja, hogy az SZDSZ-nek nincsenek vezetői, csak jól szervezett tagsága. Amennyiben Dembszky Gábor lenne a párt első embere, úgy legnagyobb riválisát, Fodor Gábort még a párt ügyvivői testületéből is száműzné. Fodor Gábor nem minősítette Dembszky stílusát, de kijelentette, ha a párt élére kerül, Dembszkyt kérné fel a párt miniszterelnök jelöltjének. Azért ez egy érdekes dolog. Dembszky azt mondja, a nyer, Fodor még az ügyvivő testületbe se kerül. Fodor azt mondja, én nyerek, Dembszky lesz a miniszterelnök jelölt. Aztán ilyeneket mond, a Fidesz nem ellenségünk, hanem ellenfelünk, az MSZP pedig riválisunk. Na most Fodor ezzel a mentalitással szerintem előbb lesz az ENSZ főtitkára, mint egy magyar párt elnöke. Tehát egy minimális gyűlölködés nélkül itt hogy lehet valaki pártelnök? Én úgy utálok mindenkit, Teljesen egyértelmű, hogy egy választásnak az a tétje, hogy vagy megdöntik az addigi kormányt, vagy nem döntik meg. Tehát vagy egy új hatalom kerül a megfelelő helyre, vagy nem. Hát ha egy párt a választásra készül, akkor el kell dönteni, hogy most ellenzékben akar maradni, vagy pedig meg akarja dönteni a kormányt. Az evidens dolog, hogy megy a teve a sivatagban a hátán mondjuk az egérkével,
és megállnak egy oázisban, akkor az egérke leszállva a tevéről és a további útról gondolkodva ne kezdj el kivalakítani az önálló arculatát, mert hát ez hogy ismerik meg a repülő nyulat? Sast visz a hátán. Csak hogy ezt mondjuk. A londoni színházi világ új kasszasikerrel büszkélkedhet. Két ausztrál úr virtuóz hímvesztő mutatványokkal ejti ámulatba a nézőket. Eiffel-tornyot Loch Nessi szörnyet mintáznak abból, amiük van. Az rendben van, érted, hogy mi ez a pizzai ferde, meg ilyesmi, meg felbírom képzelni, meg a Loch Nessi szörny, de azért mondjuk egy hétfejű sárkány. Az lenne valami. De nem, ugyan, ez olyan gyerekes dolog, hát nálunk sokkal komolyabb a dolgokat csinálnak ezzel a módszerrel, hát politikai pártokat akár. Na jó, de... Ez egy ausztrál, nem? Ausztrál, biztos régi faszállító család. Tölgyesi Péter volt SZDSZ elnök, ma Fideszes országgyűlési képviselő nézete szerint az MSZP-t nem tudják majd összefogni kellőképpen a párton belüli harcok miatt. Az SZDSZ-nek utolsó és igen korlátozott esélye Demszky pártelnökké választása. Az MDF-nek nem lát reális esélyt a választásokon való önálló indulására. A miépről azt gondolja, hogy az FKGP elsüllyesztéséért politizál, a Fidesz pedig rossz politikát csinál jól. Hát akkor világos a Tölgyesi receptje, nem? Könyörgöm, akasszuk fel magunkat. Hát. Az a baj, hogy gyakorlatilag mindenben igaza van, tehát teljesen... Abszolút, az utolsó szón kéne elgondolkodni. Abszolút helytálló elemzés, és az is igaz, hogy amiért az FKGP elsüllyesztéséért politizál, igen, ami tömören annyit jelent, hogy lehet, hogy még vissza fogjuk sírni a Tortyánt. Ez bizony, sajnos ezen én már gondolkodom, ez biztos, hogy ez... De hát akkor nem olyan semmi, csak a havas kormány, mint kivezető út? Mi az egyetlen, a nemzeti felemelkedés egyetlen reális esélyét ebben látom. Na most bocsánat, de itt fülöttök a népszerűségbe. Igen, igen, igen. Jó. De azért tettünk is én, tudod? Jó. János. De bocs, de három nap múlva az újságok ki fogják deríteni, hogy a kulturális miniszter elitte az idei termést, a sportminiszter... Ő a nemzetszínész, a bocsánat. És Dunakeszi. Igen. A sportminiszter manipulál a kalóriapénzekkel, a havasnak meg sóderbányája van az egyetemen. Akkor mit mondtok? Három napig itt fürödhettek, de utána... De az a három nap, tudod, milyen lesz? És nem beszélve a Verebesről, aki ül a Gellértben és szedi a pénzt. Hogy a Gellértben ül-e, azt nem tudom, de valahol ül már. Egyébként azon gondolkodtam, és Pistával egyetértek, hogy egészen kiváló elemző Tölgyesi, és aztán később rájöttem, hogy jó ember ismerő. Közismerten rengeteget publikál, és közismert, hogy ő az a képviselő, aki még egyszer sem szólalt fel a parlamenti ciklusban, és arra gondoltam, hogy ezeknek... De bejár egyébként? Bejár? Azt nem tudom. Meleg van ott, mert ott elüldögél. Nem jár. De aztán belegondoltam, most minek beszél, úgyse értenék. Gyerekek, beszélgetünk mindenféle fontos dolgokról, kérdeztetek valamit? Közületek tud valaki Krisztus csinálni? Minek itt van köztük át? Na komolyan a politikusztót, igen, ki a vallás és közoktatásügyi miniszterünk? Legyen a váncsa. Átérünk a buddhizmusra. Te tudsz Krisztust csinálni? Én buddhista vagyok, könyörgöm. Én hozattam magamnak, aki tud. Tényleg buddhista vagy? Krisztust csinálni. És pedig? Hát azt tanulta. Online Silvester. Thank you.
elmesélhetem életem legsikerültebb posztját? Igen. A Gálvölgyi előtt én voltam az inspekciós a napkeltébe. Láttalak! Mindenki kiutazott Sydneybe, és beszélgettem kellett Görög Lacival, nem tudom mondani neked a név valami. Láttalak. Igen. És Tölyöcsik Marival, Németh László Bodnárnéjáról, egész éjjel a Bodnárnét olvastam, a Verebes rendezte Szolnokon, és a Tölyöcsik két kézzel könyögött, hogy hagyjam őt békén, majd soha nem akarja nézni, volt ott egy televízió, és akkor tornázott a Szilveszter. És olyan ügyesen kérdezgettem, hogy a Görög Laci mindenre csak legyintett és nem válaszolt, nagyon rövid riport volt, és pont úgy taktikáztunk, hogy ráadták a reklámot, és akkor tornázott a Szilveszter, és csinált ezeket a kunsztokat, és mellettem ült a Tölyöcsik Marit, végig tördelt a kezét, és ezt is csak felsikoltott, hogy Jesszusom. És nem volt rajtam a szemüveg, és nagyon messze volt a tévé, és képzeld el, mit ad Isten, a Lakaték Károly lerohant, amikor a 98-at felmutatták, aztán rohanok a Supolához és a Csolányhoz, aztán itt vannak, és beadták nekem élőben, az egész világon először én beszélhettem, de nem tudtam, hogy kicsodával, mondom, ki vagy? Azt mondja, Csolány Szilveszter. Mondom, az egyik gyakorlatán, mintha kicsit megremegtél volna. Azt mondja, én nem tudtam neki mondani, hogy a Tölyöcsik majd tördelt a kezét, és én nem láttam semmit az egészből, hát ez volt életem legnagyobb olimpiai riportja, ugye így volt? Mit szóltál, amikor azt mondtam neked, hogy megremegtél? Hát tulajdonképpen ez így igaz. A gyakorlatnak a végénél volt egy kis hiba. Azért nem volt 10 pont. Arról majd még dumáljunk, azt akartam is. Azt majd mindegy, kicsiszoljuk, jövőre kicsiszoljuk. Azóta röhög rajtam a napkert, akkor most fölmentettél engem, azt tudom. Nem emiatt röhög neked. Ilyenkor mondja a vicc, hogy gyere pici lányi, meg azt mondom, megremegtél? Meg tudod csinálni? A gyűrűre föl tudsz egyáltalán menni? Látod a gyűrűmet? Én le tudnék el föl. Már föl. Hát ha beletalálok, mondja. Ha mindaz, ami eddig történt, tetszett meg, akkor azért tartsanak velünk majd a reklám után, ha nem, ami kizárt eset, akkor meg azért. Tehát találkozunk a reklám után. Becsületsértés miatt Hernádi Juditot, Havas Henriket és Verebes Istvánt ülteti a vádlottak padjára Grespik László, a budapesti közigazgatási hivatal. Vezetője. Grespik László 50-től 200 ezer forintig terjedő büntetések kiszabására számít. Havas Henrik, bocsánat. Na! Annyira koncentráltam, hogy ha bármiben, de ebben-e. Havas Henrik többek között megjegyezte. Keresztény emberként is szégyellem, hogy Grespik László visszaél fontos fogalmakkal, de jó katolikusként megbocsájtok neki. Grespik például azt... Neki elég egy oldal. Az egyik napilap szerint Grespik úgy véli, ha valakit öncélúan gyaláznak, lehülyéznek, vagy... Mert hogy öncél van. Szerintem társadalmi érdek. Igen, és a gondok ott kezdődnek, hogy például azt nyilatkozza, hogy amennyiben minket elítélne a bíróságom, az esetben büntetett előéletűnek számítanak, és akkor már nem lesznék miniszterelnök, sajnos. Na most ott téved, hogy magánvádas... Én vállalom, én nem vagyok a perben. Nem lehetnék. Magánvádas eljárás után sajnos a büntetést hát nem követi. Sajnos ez nem. Ez amit a vállóperem után most a bajban lenne. Nem egészen úgy van, ez magánvád, tehát egy jobb végzett embernek ennyit kellene tudni. A másik pedig... Most nem leszek rabosítva? Neked például, Erik, a csikozásnak a szürke része kifejezetten megy a hajadhoz. De nem, egyébként visszatérve ez az ön cél volt. Ha van egy budapesti közigazgatási hivatalvezető, aki istentelen baromságokat beszél, kenyérrel dobálózik a tévékamerák előtt, hát akkor ez mi, ha nem társadalmi érdek?
Bocsánat, láttátok azt a híradást, az a bizonyos iskola, amelyet mindenáron tűzönvizen át be akart záratni, és most ott beszélgettek a nevelőkkel, mentek az ebédlőbe, és mondta az egyik nevelő, benne volt az interjúban, hogy itt tanítjuk a gyerekeknek például azt, hogy nem dobáljuk a kenyeret. De én optimista vagyok, mert hogyha eljön a tárgyalás, mint bizonyíték, akkor titeket felmentenek. Ezt most nem magyaráznám meg, mert elegem vagytok ti hárman. Valaki maradjon itt is, nem? Rabok legyünk, vagy havasok. Egyébként ebben a nyilatkozatában megint hetet havat összehord, mert azt mondja, hogy Havas Henrik idézőben fütyülős gesztusaival sértette meg a hivatalvezetőt, amikor halántékához helyezett mutatójával utalta a hivatalvezető vélelmezett elme állapotára. Ilyen nincs a becsületség. De én emlékszem, ne arra, hogy te ezt kimondtad, csak a szerkesztő kifütyült. Nem, én fütyültem. Te leszel a fütyülős Henrik, volt ilyen a fütyülős. A fütyülős Gyuri, mi? Ide Havas Henrik, én 20 éve szeretnék a Hernádéval egyszer lába kerülni, és te meg így elindítottad. Gondolj bele, hogy a Berebes ott fog szuszogni köztük. Nem láttátok a Viszkisnek a képét az újságokba? Nem, én azt a Pinyettát láttam, rá volt a Balántájsz, nem? Nem. Nem, mert nagy szakálla van. Szerintem most olvassa Gróf Monte Cristo történetét. Ja, szóval milyen hülyén olvastam? Akkor ezt elolvastam. Balántájsz Attila. Hát ilyen nincs. Dajcs Tamás frappáns választ adott a lemondását, menesztését felvető híresztelésekre. Sokáig él, akinek halálhírét költik, és esze ága... És... Ága! Ága! Halálhírét költik, és esze ágában sincs távozni. Jó. Ezt utoljára Simicska Lajostól hallottam, Pepó Páltól, Katona Kálmántól, Laxler Tamástól. Most a Szabó János is mond ilyeneket. Igen, de ők már távoztak. Hát ez még nem. De van egy olyan mondás, hogy a temető meg tele van hipohonderekkel. Mi van a hipohonder sírjára írva? Na ugye? Nincs elég régi. Bocs, de milyen egy sportminiszter esze ága, János? Ágas-bogas. És szerte ágazó. És szállnak a gondolataim ágról ágra. Ha már te idéztél, akkor szegény nem József... Nem az, hogy a semmi ágán ülök? De ezt akartam mondani. Nem, igen, József Attila jut az eszem, hogy semmi igen. Ága. Igen. Nála hát, semmi. A Havas kormányban ilyet, hogy semmi ágán ülök, hát ezt honnan veszem? A szíve ül egyébként, és a kis teste neki hangkállandóan. A mi kormányunkban ilyen semmi ágiak nem került. Mutathatom a közönséget? Mutasd. Egy honatja szerint ideje volna sok apró munkától tehermentesíteni a közbiztonság őreit, ezért privatizálni kellene a sebességmérést. Vállalom. Hát miután a bírságolásról nagyobb részt privatizálták. Isteni elkerülési mód a fizetésre, hogy na próbáljátok ki, az nagyon jó, nagyon megdermednek tőle. Mész az autóval, mondjuk itt a túlétele sebesség, és akkor eléd állnak, leállít, és oda megy, és azt mondja, jogosítvány szemét nem tudom elkérni. Lettek ez, kit keresünk? Miért? És ott áll a paliszon, személyt, kit keresünk? Bocsánat, a személyt jogosítva, itt van hátam, meg a testküszöm, alig tudtam eljönni, és jön a pali irdatlan sebet, milyen hátam, leállítják hátam mögött, az az állat, az! Oda megy ezt a személyt jogosítványt kérek, az meg simán odaadja, érted? Ott azt mehetek, és hogy nem maga mehet, magával semmi baj nincs, ezt kicsit elni, próbáld ki, remek. Nagyon, nagyon határozottan félni kell valamitől. De te nem is vezet. Nem, én nem is velem volt. Csak ja. Mesélj.
Mi mondok ilyet, hogy kist keresünk? Van egy közös barátunk, akit szerettünk volna már régóta ide hívni, és sajnos most már nem hívhatjuk ide. Egyszer mentem vele, és leállítottak Szihalomnál rendőrök. Jó estét kívánok, nem látták a 60 kilométeres táblát? Mert a Bonc Ártatlan megkérdezte, mi elvitte valaki? Beszélhetünk egy kicsit róla? Igen, igen, azért amikor hallottam, hogy éppen eszembe jutott, hogy, hogy én egyáltalán a kabaréba, a rádió kabaréba úgy kerültem be, hogy a Boncnak egy írását olvastam föl, és ezt a Berebes egyszer hallott, és akkor bevitte a kabaréba. Először életemben a Bonc Géza írását olvastam föl, és pont a napokban ismételték a rádióban. Érdekes volt. De akkor még jó volt a Géza. Hihetetlenül nyugodt ember volt. Egyszer leléptek föl szabadtéren, én ott mindig féltem, és fütyült a közönségnek egy jó része, egy pasos a fán, és a Boncon Ártatlan föltött, aztán mi már lejöttünk. És hozzátette, ha rendesen viselkedtek, az előadás végén banánnal lecsalogatlak. Bán Zoli bácsi, világ legkisebb és legnagyobb rendező asszisztense, az ilyen zugivó volt. Viszont. Állandóan üdítőt két lent a rádióban, ahol tilos volt alkoholt behozni, de neki külön hoztak, és mindig ilyen muslincák voltak körülötte, és Zoli bácsi mindig bement a szobájába, és akkor ívott. És a Bonc egyszer megcsinálta, hogy fölírta a plafonra, hogy egészségére, és a Zoli bácsi... Ez a magányos parasz bácsi azt mondja, két dolgot szerettek az életben a legjobban, az egyik a kovász, a másik a bor. A kovásztól nem rugok be, a bor meg nem ragad a fogaim közé. A jövőben mentesülnek a katonai szolgálat alól a német házas emberek és a tartós élettársi kapcsolatban lévő homoszexuális férfiak. Mi már nem lehetünk jönni. Az intézkedés mögött a Bundeswehr tervezett reformja áll, ennek nyomán ugyanis jelentősen csökken a német haderő létszáma. Ennyi. Nem a haderő a lényeg, az, hogy a jövőben mentesülnek a katonai szolgálat alól a német házas emberek és a tartós élettársi kapcsolatban élő homoszexuális férfiak. Tehát, ha valaki nővel él élettársi kapcsolatban, az elviszik. De, nem. Na, de a homokosokat nem értem. De nagyon jól mondja. Mert mi a logikája? A logikája hát nyilván el, az, hogy érted. Akinek egyfajta eltartási kötelezettsége van a partnerével szemben, tehát férnek a feleséggel, a homoszexuális férfinak a másik, akkor ezt a fenntartási kötelezettséget akarják támogatni. A Pistának igaza van, és aki egy nőt tart el, aki nem a felesége, és az a mi van? Az de hát ez szintén a hülyeség. Hát legyen a frontra, hát gyerek! De nem, miért? Ebben szerintem az is benne van, hogyha egy homoszexuális férfi egy nővel él, akkor azt sem viszik el. Tartós kapcsolatban, életben... Ja, most már úgy meghavartál, igaz. Most már én kivel vagyok akkor, gyerek? De egyébként katona. Jót mond, mert egy homoszexuális férfi, ha rejtőzködni akar, és nem akarja a külvilág felé feltárni a valódi énjét, akkor azt keres egy nő. Az egyébként is jó stratégia, mert arra állítólag repülnek a nők, ugye? Mert szeretnék én az első lenni, mondja ő magának, aki megváltozott. Honnan hallott az ezt életemben? Mondták, nem tudom, hogy nem próbálják. Hát ha úgy álltázza magát, hogy nővel él, akkor mit repüljön rá egy nő? Miért akarná megmenteni? Hát mert azt mentette meg először, akit feleség. Mit tudom én, nem tudom, de akkor engem meg lehet. A gyerekeket szintén... Igen, már beszélik rólad, de hát... De hát ez tiszta hülyeség, hát a homokosok azok valósággal rávetnék magukat az ellensége, nem? Nem tartom szerencsésnek, ha egyes médiumok hetente rácsodálkoznak egy-egy személyi változásra, ezt próbálják felnagyítani, és ezzel a haderőreform végrehajtását nehezítik. Reagált Szabó János honvédelmi miniszter azokra a felvetésekre, miszerint a miniszterelnöknek nincs joga beleszólni a tábornokok kinevezésébe, őket ugyanis a köztársasági elnök nevezi ki. Beosztásukat pedig a vezérkari főnök javaslatára a honvédelmi miniszter határozza meg.
Hú, ez nagyon bonyolult. Hány éves a kapitány? Ezt akartam kérdezni. De... Azt tudom, hogy most 4 kinevezés függőben van. Még egyszer össze kellett volna jönni a Szabónak meg az Orbánnak, de most ugye az Orbán gyessen ment. Most 4 tábornok nem tudja, hogy hadnagy-e vagy tábornok. Nem, hát ma mondták egyébként a hírekben, hogy ezentúl nem csak tábornokok lehetnek katonai attasék, hanem alacsonyabb rangban is. Ez nyilván egyébként a kis gazdáknak szól könnyítés. De... Most nem azért mondtam, hanem azért elolvastam az egész ízt, és egy dolog azért tényleg tetszett, hogy azért nem hiába szól be az Orbán, mint Nagy Dakota. Azt hiszem. Így olvastam egy kis idézetet. De a törzsfőnek a honvédségben az nem az a törzsfőnek. Várj egy kicsit, olvasd el. Hát ez, na hát most hogy lehetett így lelőni tényleg? Hogy a honvédelmi miniszter, ja. Nagy Tibor dandártábornokot, a szárazföldi vezérkar eddigi törzsigazgatóját, a szárazföldi vezérkar törzsfőnökévé nevezték. Annyira tetszett. Hát ezek szerint jól van. Hát ma óriási diffen. Hát az egésznek az a lényege, hogy nem mindegy, hogy ebben a hadseregben, aminek az állapotáról vannak fogalmaik, ki a tábornok. Hát a hadvezér is lehetél benne akár. A képességeim alapján, igen. Egyébként egyszer voltunk egy nagygyaláját, azt a lovat, aki elég intelligens. Egyszer voltunk egy hadgyakorlatnál, légvédelmi rakéta alakulatnál szolgáltam, és amikor az amerikaiak bevonultak Afganisztánba, akkor tele volt a légtér NATO gépek, ez majdnem kitört a harmadik világháború, és elvezényeltek minket egy tartalék helyre, egy éjszaka elhelyezkedtünk az erdőben, és guminak hívtuk a törzsfőnököt, mert állandóan így járt a kezét, haver, és mindent rögezett. Jó reggelt, haver, jó reggelt, jó reggelt. Ezért hívtuk guminak. Na és a parasztoki kocsinak ki voltam a sofőrje, és volt benne egy rádió, meg egy tábori telefon. És azt csináltam, hogy írva volt a vezeték, vagy a neve, a fedő neve, a guminak, és fölhívtam telefonon, Miskolcon a hadosztályt, és kértem a gumit. Na most, ő egyik telefontól hangált a másikhoz, és mindenban beleszólt, mert önmagát hívta. És azt mondja, nyírfa vagyok, megszólalt a másik, mert Miskolcon kapcsolták őt. És 10 percig rohangált, és azt rögtön rám nézett, azt mondja, nem maga volt ez, haver? Isten megy. Na, másnap reggel latrinát ástunk, így ki volt egy óriási gerenda, és alul elfűrészelték. És reggel a gumi mentén szabadsággal, és 5 perc múlva hallottam, hogy üvöldek kegyetlenül, beleesett, mert ugye elvágták, és jött velem szembe ideig szarosan. Rá volt ragadva egy csomó papír, és azt mondta, ezt valakinek elmondja, becsukatom. És jött szembe az őrség, 3 katona, eldobták a géppisztolyt, és leültek röhögni. Kijött egy elhárító. De hogy de rögtön használt latinát ástatok? Igen, nekem. Jutsi, neked nincs katonatörténet. Az nem létezik, egy katona nem kapott el. Na. Bár az irodalomtörténészek még nem tudták kideríteni ki Shakespeare szonettjeiben a titokzatos fekete hölgy, egy budapesti nagymama már tudja. Szlivkáné Molnár Mária azt állítja. Ő az. Én meg a Shakespeare Vilmosat. De miért nem hiszed el a... De hülyeséget ír szegény néni. Én olvastam, én is, mint a Juci legi magyar tanítványa, hogy ő tanult, éppen szerepet tanult előző életében, és akkor bekódorgott oda ez a Vili, ott elkezdte smacizni. Hát tudjuk, Shakespeare korában nők nem is léphettek színpadra. Innen rossz az álma a néninek. Az elképzelése jó, az egész marhasság, amit ő álma. De miért? Nem baj, én már de ne, hát ez hülyeség. Tradicionális buddhista elképzelésekben úgy van, hogy... Gyerekek, ez már a kék műsor? Nyugalom, mindjárt rád is volt kerítek. Mondjad. Tudnélék, hogy a létforgatagban keringő lények száma véges. Az idő viszont végtelen, szükségképpen mindenki volt már minden az ég adta világon, tehát te például voltál már főisten is, csótány is, kecske is, szépasszony is, minden, ami elképzelhető, miniszter, koldus, hóhér és a többi. De nem csak ez van, hanem minden teszély szerint kiválasztott két lény az összes lehetséges kombinációban találkozott már egymással. Tehát volt olyan, kérlek szépen, amikor te szerető édesanyja voltál, és Tordján doktor volt mondjuk a te gyermeked, és ez annyiszor fordult veletek elő, hogy te az érette való aggódásodban oly rengeteg könnyet ontottál, hogy az többszörösen megtölteni a világtengereket.
Bocs, de én is asszociálok, ugye a múlt héten azt mondta a Verebes, hogy el fogják hinni, hogy én loptam. Mi lehoztunk egy képet egy újságba, a 90-es évek elején egy munkás, hogy hihetetlen hasonlított a toldjára. És lehoztuk, egy ilyen kisgyerekkel ült egy munkás állt. És lehoztuk a képet, hogy Toldján Józsefet ábrázol, és alá ugyanakkor a betűkkel ráírtuk, hogy ez hülyeség, mit találtuk ki. Az OMON-nál interpellációt intézett ellen a parlamentbe, utána összehoztak a tévébe minket, hogy akkor igaz-e, hogy a Toldján munkás volt, aki kikérte magának, és azt mondta, hát mondtam, hát alá van írva, hogy hülyeség, hogy mit találtuk ki. Azt mondja, most mondjam el a tévé nyilvánossága előtt, hogy nem ő. Mondom, a munkásról nem ő, de a gyerek, mintha ő lenne. Amit mond a Váncsa, hogy te előző életedben szép asszony voltál, nehogy Isten, összejöttünk, és a havas a gyerekünk, meghalok, ezt komolyan mondom. Megvan, Szőkenő meséli, hogy beiratkoztam egy reinkarnációs tanfolyamra, kicsit drága, de egyszer élünk. Ellenére, hogy Tordján József szerint Magyarországon soha nem volt ilyen jó a mezőgazdaság helyzete, idén mégis kevés a kukorica. A rohadt kukorica nem olvas újságot. Bocs, az, hogy az egyik kukorica a másiknak, miért vagy ilyen letölt? Szemezget velem a tordját. Hogy megakadályozzák a takarmányhiányt, a kukorica exportjának leállítását kezdeményezi a Gabona Szövetség. Ez igaza volt a Tordjának, hogy ilyen jó még nem volt. Hát, jó volt, de ilyen jó! Fölolvasok valamit az újságból, egy mondat, ezt nem tudtam megtanulni. Környezet az öngerjesztő nyelvcsapási versenyben egymás után állítja elő az abszolút győzelmi jelentéseket. Ezt a Kisgazdapárt ifjúsági szervezetének a főtitkára mondta. Még egyszer? Környezet az öngerjesztő nyelvcsapási versenyben egymás után állítja elő az abszolút győzelmi jelentéseket. Jó, hogy a Tordján környezete. Igen. Hát ő nevet nem mondott most itt. Nagyon okosan, mert ilyenkor nincsenek nyitva a bíróságok. A cikk egyébként egy idézettel kezdődik. Azt mondja, az égi segítségnek csodálatos jelei is vannak, egy ilyen jelnek tűnik, hogy a független Kisgazdapárt elnökét Józsefnek, feleségét Májának hívják. Ezt eltető példaként idézi egy erzsébetvárosi Kisgazdapárt elnök Szent Karácsony üzenete című kiadványából. Ez önmaguk seggét nyalják, nem tudom? Az nem lehet rossz egyébként. Hát aki meg tudja, csinált, hogy milyen hajlékonynak kellett. Amilyen a kis gazdák gerince, én elnézem belőle. Kemények vagyunk ma. Nagyon. Hát kormánygyűlésom, vagy mi a rossz? De a kormányülések mindig elmaradnak, hogyha Orbán Viktor focizik, vagy külföldön jár. Vagy gyerekezül eddig. Igen, de mi, hogy fogod tartani? Mi kosárlabdázunk. Kosárlabdázunk. Igen? Igen. Ja, akkor nő nem kell, arról sem megye meg. Ne örülök! Nem kell neked nőni, majd te leszel a palánk. Nem, a hálót le nem fog vinni, vagy elérjük. És átveljük a Gálvölgyit? Mint. Hát téged most megsértettek, mitről? Tényleg? Fenékről jut eszembe, hogy... Arról... Nevet mondjál, nevet! Yellowstone! A kettes belkezinkám volt, ami egy 50 évesen azt mondták, hogy egy tetőtől talpig kivizsgálás ért, de szóval ebben a korban muszáj, és Kónya főorvosnál bent voltam kivizsgálás. Na van? Most, múlt héten. Ja. És fekszel egy ágyon, le voltam takarva, csak egy trikó volt rajtam, csak a fenekem látszott ki. És bejött... Ott vagyok! Nem lenni már át! És pont az ajtó felé ültem, Kónya főorvos vigasztalt, hogy ez az egész csak egy rutinvizsgálat, és bejött egy nagyon csinos fiatal orvos, és bekukkantott, hogy éppen csak benéztem megnézni a havas urat. Egyébként tündéri volt, mert mondom a nővérnek, aki kísérgetett ide-oda, mondom mindenféle vérvizsgálat, azt mondom, ne aggódj, már itt vagyok egész nap
állati macerás egy ilyen vizsgálat, és mondom, én úgy rágyújtanék már. És akkor azt mondja, van itt egy hely, nem szabályos, de itt a nővérek rágyújtanak, jöjjön le maga is. Egy idősebb hölgy ült ott, nővér nyilván, és azt mondja, na látjátok? Szóval mind fölmentetek megnézni a tanár urat, én tudtam, hogy előbb-utóbb itt fog kikötni. Olvasom. De drága. 3,5 órás űrrepülést hirdetett egy belgiumi utazási iroda. Csaknem 100-an jelentkeztek a kalandra, sőt be is fizették az utazás 2-300 ezer forintnak megfelelő árát. A vizsgálat kiderítette, hogy az utazási iroda csak a hirdetésben létezik. Szerintem ezeknek mázliuk volt, mert és képzeljük el, hogyha ez Magyarországon történik meg, akkor itt az történt volna, az utazási iroda kiviszi őket az űrbe, ahol nincsen szállás, nem kapnak kaját, nincs fűtés, levegő, és nem hozzák őket haza. Mesélj egy viccet. Csak ne nekünk szívem. Jó, Piroska megy az erdőben, kérdezi a farkas. Piroska nem fér? Miért félnék? Pénzem nincs, baszni meg szeretek. Jövő héten a következő hírre várjuk észrevételéket. Mi baj? Kommentárjaikat. Két havasul le is vette a mikrofonját. Egy rendőrtiszt, ez már a hír, egy rendőrtiszt egy gyorshajtásért megállított vállalkozótól 3 darab 5 literes étolajat kért, hogy ügyét elkenjék. Vizuális típusok, mi? A Somogy megyei katonai bíróság 10 hónap börtönbüntetést szabott ki a tisztre, 1 évre felfüggesztve. Erre kell írni kommentárokat. Többféle módon is elérhetnek bennünket, és egyféle módon lehet jegyet rendelni, de van írva jegyeket, csak telefonon, te hülye, mert mutva mást mondtam. Egyrészt Danubius Rádióban a Jágsó 670 című műsorban, másrészt pedig telefonon 061-203-0253, ettől teljesen függetlenül van nekünk egy levélcímünk, 1119 Budapest Sopron út 40, sőt, ha elég gyorsan váltják a táblát, köszönöm, akkor heti7es@rtlklub.hu, ez nekünk egy ilyen... Mielőtt pontosan egy hétre megint elköszönnék, jelzem, most ez nem egy hét lesz, hanem 8 nap. A jövő héten kivételesen vasárnap leszünk láthatók. Tehát viszontlátásra 8 nap múlva, november 5-én vasárnap este itt az RTL Klubban.